létéhez, s ma már tűlevelek, az élet apró jegyei kezdik elborítani ágait. Így nézett ki a fenyves a baleset után. A zónabeliek vörös erdőnek keresztelték el, sugárzás okozta színelváltozása miatt. Az iménti felvételeket természetesen nem mi készítettük. Akitől kaptuk, itt dolgozik a kijevi Növényfiziológiai és Genetikai Intézetben. Csernobil miatt sokszor meggyúlt a baja a hatóságokkal Dmitri Godzinski professzornak. 1986-87-ben a könyvtárakból elkobozták azokat a lapokat, amelyek kritikus hangvételű cikkeit közölték. A baleset következményeire jellemző, hogy nagyon sok olyan növényt találtunk, amelynek bizonyos részei óriásira nőttek. Találtunk olyan faleveleket, amelyek méretei elérték a normális 3-5-6 szorosát. Sőt, még ennél nagyobb levelek is előfordultak. Különösen sok óriás méretű tölgy, nyári hársfa és berkenye levele gyűjtöttünk össze, rengeteget, még 1987-ben a balesetet követő esztendőben. A sugárfertőzött növények életében ezt követően egy újabb periódust figyelhettünk meg. Különös anomáliák, morfológiai, alaki torzulások, fejlődési rendellenességek jelentek meg. A levelek, a virágok és általában a növények érthetetlenül furcsa módon viselkedtek. Különös torz alakot öltöttek. Időnként megdöbbentően szörnyűséges torz növényekkel találkoztunk. Külsejük nagyon eltért a megszokott növény alaktól. Most már elkezdődött a beteg növények életében a harmadik periódus, amelynek folyamán a torz kinövések egyszerűen elpusztulnak és megkezdődik a lassú gyógyulás. 1989-ben már azt tapasztaltuk, hogy a természet fokozatosan magához tér. Mind a fejlődést, mind pedig az alaki elváltozásokat illetően. Különleges kertészet a zónában. A tragédia előtt ezek az üvegházak az erőmű dolgozóit látták el friss zöldséggel. Ma beteg növények tárházai. Sugárfertőzött fenyők magjait ültették itt el. A fenyő a sugárzással szemben különösen érzékeny növény. Ezek a csemeték íme az első pillantásra egészségesnek tűnnek. Nézze például ezeket a rendkívül hosszúra nőtt tűleveleket. Látja? 10-12 cm-esek pedig. Igen, nem normális jelenség. Ilyen hosszú tűleveleket. Aztán nézze csak meg a tűlevelek tövét. Mindez a sugárzás következménye? Igen. A sugárzás következménye. Nézze csak a tűlevelek tövét. Egy tőből kettőnek kellene fakadni, itt viszont három, sőt, előfordul, hogy annál is több nő. Nem normális jelenség, nyilvánvaló torzulás. Ez azt jelenti, hogy az újabb fenyőgenerációk is öröklik majd ezeket a tulajdonságokat, vagy csak ennél az első generációnál lesznek torzulások? Az első generációnál még csak morfológiai alaki torzulásokat fedeztünk fel. A következő generációnál viszont már genetikai torzulásokra lehet számítani. Azért is válogatjuk ki a torz növényeket, hogy megfigyeljük, milyen mutációk jelentkeznek, és képet kapjunk arról, hogyan változik előfordulási arányuk. A természetben sugárzás nélkül is akadnak ilyen mutációk, de csak nagyon ritkán. Itt viszont majd minden növény esetében valamiféle torzulás figyelhető meg. Természetesen az állatok sem menekülhetnek meg a sugárzás ártalmaitól. A házi állatok között az utóbbi időben egyre több a torz szület. A malacok, a borjak, a csikók, de általában minden tenyész, illetve háziállat újszülöttei között egyre gyakrabban találunk torzszülötteket. A macskák, a kutyák és házi szárnyasok sem jelentenek kivételt. A torzszülöttek előfordulási aránya egyes helyeken különösen magas. Hogy ez genetikai elváltozások vagy a sugárzás morfológiai hatásának a következménye, még nem egészen világos. Véleményünk szerint a torzszülöttek arányának növekedése az úgynevezett forró részecskék szervezetbe kerülésével magyarázható.
Ezek a nukleáris fűtőelem részecskék, nukleáris égés termékek bejutnak a vérbe, a szervezetbe, a vérrel pedig a méhlepénybe, ahol megégetik, elpusztítják a magzat egyes sejtcsoportjait. Ennek következtében az embrionális fejlődést torzulások, rendellenességek kísérik. Kétségbe vonhatatlan tény, hogy a torzszülöttek száma az utóbbi időben megnövekedett. Az állatokat ábrázoló előbb látott felvételeket septében készítették amatőrök. A hatóságok ugyanis gyorsan megsemmisítik a torzszülötteket. Úgy vélik, azelőtt is születtek torz állatok, csak éppen senki nem törődött velük. Most viszont mindenki minden bajért, szerencsétlenségért, betegségért és halálért Csernobilt okolja. Mintha korábban nem robbantottak volna atombombákat a légkörben, mintha a földet nem mérgeznék amúgy is nitráttartalmú műtrágyákkal, mintha a hőerőművek és a gépkocsik nem ontanák amúgy is az egészséget romboló füstöt. Csak hogy Csernobil pusztítása látványosabb, mint a kipufogó gázok okozta ártalmak. És az ember már csak olyan, hogy a láthatatlan sugárzástól jobban fél, retteg, mint a füsttől. Smog miatt még egyetlen várost sem zártak be. Mi most egy olyan településhez közeledünk, amely a katasztrófa után kapta a szomorú jelzőt, zárt város. A holtváros, Pripyat. Valaha 50 ezer embernek adott otthont. Ma külön szöges drótkerítés veszi körül, még itt a 30 és 10 kilométeres zárt övezet közepén is. Kapuit rendőrök őrzik. Fölöslegesen. Errefelé már valóban a madár se jár. Pripyat házait tavaly még fűtötték, életben tartva a reményt, lakói talán majdan még visszatérhetnek a számüzetésükből. Idén már nem jön ide a meleg, leálltak a távfűtéssel. A város lassú, de biztos pusztulásra ítéltetett. Házai idővel megrepedeznek, megrodjannak, hogy végül összeroskadva átadják magukat a könyörtelen enyészetnek. Lehet, évszázadok múltán a régészek a Pripyat folyó partján rátalálnak egy hajdani város viszonylag éppen maradt romjaira. Lelkesen ássák ki, tisztítják meg egy letűnt, elveszett neki civilizáció, e szenzációs leletét. Minden esetre nem árt majd, ha a régészek megfelelő mérőműszert is hoznak magukkal, mert Pripyat város romjai még évszázadok múltán is radioaktív sugarakat fognak kibocsátani. A régészek talán több információval rendelkeznek majd a katasztrófa következményeiről.